rész A különös kisasszony különös udvarlói Maszkerádi, ha valamikor a más igazat kell beszélni földi cselekedeteiről, azt valja, hogy leginkább azoktól a nőktől félt, akik másnap is emlékeznek hazugságaira, s leginkább lakodalomban szerette tölteni a napjait. Maszkarádi meg abban az időben lakott Pesten, mikor a Zerge utcában fehér harisnyás polkár kisasszonyok üldögéltek esténként a földszintes házak udvaraiban, jószagú fák alatt hallgatták a távolról hangzó harmonikákat, a szívük megtelt szerelemmel, mint a kőmedence a vízcseppekkel, amelyek az elhagyott kutakból szivárogtak, és télen kucséber szaga, nyáron keményített alsó szoknya hangja volt a városrésznek. Maszkerádi elszöktethette volna az egész Zerge utcát, ha éppen kedve tartja. Kószalélek volt, francia vagy német, bújdosó herceg vagy hamis játékos, előkelő úr és éjeli énekes, törmester és ingyen élő. A házas polgárasszonyok lesütötték a szemüket, ha rájuk villantotta a tekintetét. Karcsú lábszárai gyűlölték a férfiak. A lányok tudtak egy imát az imádságos könyvben, amelyet maszkerád jelölt ki a számukra. Néha öt, hat kisasszony hajolt buzgóna a vasárnapi misén a bűnbe esett lélek fohásza fölé a barátok templomában. Éjszaka, olykor fegyvertördülés hallatszott a városnegyedben. Maszkerádira lőttek rá az apák vagy férjek, amint alvóházak körül ólálkodott. Fekete szakálla volt, és bűbáj volt a hangjában. Nagyon előkelő belvárosi asszonságoknak őrizhette a leveleit, midőn még ott volt tanyája, hogy nem vetették fogságba Pest, legsötétebb börtönébe. A kalandos rossz hírű Egy napon különös körülmények között halva találtatott a lakásán, a numero tízben, ahol sokszor lestek dühös férjek eltévet asszonykákat a kapu alatt. Életveszélyes volt az út maszkerádihoz, mégis annyian szöktek hozzá havas délutánokon és bál előtt, tavaszi reggeleken és budai kirándulás előtt, temetések után. Izgatottan a könnyektől és szertartástól, zivataros éjszakai mezítlábas nők, akik az csatornán ereszkedtek le, mint senkihez a városban. A halott kém szívesen beleegyezett, hogy a veszedelmes embert minden különösebb próbatevés nélkül eltemessék, még csak forró viaszt sem cseppentett a körmére. Látta ugyan, hogy egy kötőtű van a szívébe szúrva, azon kívül egy kampózeg is kiállott a feje búbjából a halottnak. Ám de a gonosz, nem érdemelt sok ceremóniát. <laughs> Csak minél hamarabb vigye a gyepmester kocsi a kifelé a városból. Talán két hét sem múlott el maszkerádi titok teljes halála óta, midőn ismét fegyverdördülés hallatszott késő éjszaka az ősz utcában. A fiatal házas libinyei dörrentett el a mordájt, nyilván kísértetet látott, holott szentül esküdözött, hogy maszkerádit látta a feleségem elől kiugrani, s az ablaknak menekülni, midőn éjfél tájban, Lidérc nyomástól felébredt. Lotti sápat volt, minden ízében remegett, és az édesanyján a titokban különös álmot vallott be, amely meglepte, mint valamely meleg szél. – A gyermekem lesz, a Dunának megyek! – esküdözött a fiatal nő. De aztán meggondolta a dolgot két hét sem múlott el, midőn libinyein és sógornője, tavasz szemű, madonna fehér vállú, dióízű helén, csodálkozva keltette fel a mellette alvó férjét. Valaki jár a szobában, suttogta. A kék festő az arcára vonta a dunyhát, de onnan is hallotta, hogy az ajtó csendesen felnyílott, valaki kiment a kapun. Remegve tapogatta a helén vállát. Ha, milyen temető szagod van, akár csak Lottinak! Szólalt meg első meglepetésében a kék festő. Bár a legbensőbb családi szentében történt a jelenet, Pesten mégis megtudták az emberek a dolgot, és a két libinyeinére Sanda szemmel kezdtek nézegetni csak erkölcstelen dolog, hogy a sógornők egy rossz hírű halottat tartanak szeretőnek. A polgári lövöldében borozgatás közben egyik-másik becsipett polgár atyafi szóvá tette a gonosz hírt a férjek előtt. A plegyka már akkorára úgy színezte ki a dolgot, hogy a két libinjeinét tette el a kalandort, az egyik fejébe verte a szeget, a másik szívébe a kötőtűt, mert az hűtlenül elhagyta őket. Másfelé danolgatott éjszakánként, új lakodalmagba járt, frissebb menyecskéknek a fülébe sugdosta megrontó hazugságait. És most a halott bosszúból, hideg síri a temető árkából visszajárogat a gyilkos asszonyokhoz elhitték -e a libinyeinek a beborozott polgár szavait? <laughs> Csúf keletkezett, amiben a libinyei fik, magyar nemes emberekhez méltóan, kuruc őseikre való tekintettel több polgártársuknak beszakították a fejét. Széklábbal, puskaadgyal és ököllel védelmezték az asszonyaik becsületét. Ugyanezért már jóval éjfél előtt befejeződött a lövöldebeli mulatság, a sashegyi borog drágalátos mámora Elszökött a polgári kalpagok alól. A városerdő koratavaszi orgonafáj mögött Most nem vont a nótáját A különböző hangokra játszó malacbanda. A libinyeiek komoran, Lehúrrogott fejjel baktattak végig a Király utcán, Ahol még éjszemű zsidónők És lóbőrszagú kereskedők laktak. Midőn az ősz utcai házhoz értek, a korai, éjfél előtti józan állapotban, szívdobogva álltak meg a földszintes ablakok alatt. A fehér függönyök mögött lakodalmas lámpafény volt, és zene szó hangzott az ébe, mint a vörös lámpásos belvárosi házakból, ahol barátságosan fogadják a legidegenebb utasokat is. Úgy hangzott a zene, mint háztetőkön csavargó macskák holdas szerenádja az idősebbik libinyei, felkúszott a sarokkőre, amelynek olyan figurája volt, hogy február végén okvetlenül észre kellett venni minden József városi kutyának. Az idősebbik libinyei felmászott a kőre, és bekandikált az otthonába. Aztán egyetlen szó nélkül lefordult állásából, és elterült az utca kövezetén, mint aki dolgát befejezte. Libinyei Pál, az ifjabbik, feldühödve ugrott a kőre, és egyszerre vérbe borult a két szeme, mint egy borzasztó ökölcsapástól. A gazdag kékfestő olyasmit látott, amiről fogalma sem volt eddigi életében. A két asszony, Lotti és Helén, szemérmetlen állapotban traktált a maszkerádit a terített asztalnál. A sonka úgy nézett, mint az ökörszem. A gellért hegyi bor világított mintha a tűzhányóból benne maradt volna a láva. A megszelt cipó fehérem mutatkozott, mint a fáradt vándorló előtt az ágy. A sarokban egy vándormuzsikus pengette hangszerét bütykös ujjaival olyan erővel, mint a egész zenekar játszott volna, és olyan hitatos képet vágott a mulatsághoz, mint egy középkori szerzetes. Líbinyei öklével bezúzta az ablakot, mintha embert ölne. Az ellobbanó gyertyák utolsó fénysugaránál annyit látott libinyei, hogy a zarándok képüzenész felállott a sarokból, és fényes hangszerével hatalmasat sújtott a maszkerádi koponyájára, mintha az ütéssel végleg a más világra akarná küldeni. A kalandor valóban összeomlott, mint a hervadfa levelekből való forgatag, midőn az őszi szél hirtelen elbújik a város erdőben egy sírkő mögött, hogy szerelmesek beszélgetéseit kilesse. Eltűnt a pádimentumban a fekete frakkos, összenőtt szemöldökű gavallér, vagy aztán évekig keresgéljenek utána a pincében, midőn a hordók megroppantak az éjszaka csendjében, az új hatalma alatt. Mire libinyei benyomult a házba, vasrudat ragadott, és egy gyilkosság gyönyörűséges képét rajzolgatta magáé, mint az egyedüli üdvözítő megváltást. Az asszonyok, mindegyik a maga traktusában, oly mélyen látszottak aludni. Mintha nem is volna Budán kislutri. A vándor kisuhant az ajtón, mint egy kolduló barát. Libinyei Lottinál a bátya feleségén eltöltötte az ét, és nem győzte eleget gyötörni az asszonyt, hogy a halott az ablak alól hörögve és vérezve bejön mindjárt a házba, és Isten ítéletet tart. Lotti úgy suttogott, mint a halálos bűn. Bevallotta a sógorának, hogy egyedül ő pusztította el maszkerádit, vasszeggel és kötőtűvel, amiért hálásak lehetnek neki a József városi anyák. A kalandó haja fogyatkozásával ártatlan, bérmálásra való ifjú lányokra vetette ki hálóját, s őt, Lottit, ez rendkívül felháborította. – Te boszorkány! – rebegte a kékvestő sírva, és szerelmesen. – Ezen túl én vigyázok rád. Elevenen nyúzlak meg, ha még egyszer meghívod a másvilágról maszkerádit. Lotti erre megesküdött és hajnalban behúzták a halottat az utcáról, amelyet a vándorzenész addig oly kitartóan őrzött, mint a patkányfogó kutya a lyukat. Ez volt Malvin születésének története. Lotti a gyermekszülés következtében meghalt. A városi doktorok inkább a halottól vették el a csecsemőt, mint az élőtől. Tizenötesztendős koráig nem hallott sem apjáról, sem anyjáról. Csupán arra emlékezett, hogy egy fekete ruhás, apáca ajkú, törszavú asszonyság nevelte Helén, akihez sohasem sem szólott egyetlen hangot sem libinyei a második apja. Ez az asszony a ház egy elkülönített részében töltötte az éjszakát, a hallgatag vándorszenész feküdt a küszöbén, és különböző hókuszpókuszokkal riaszgatta a kísérteteket. Libinyei a gyermek Malvint olykor maszkerádi kisasszonynak szólongatta. Malvin később, midőn a nőneveldét elhagyta, barátnőivel maszkerádi grófnő állnév alatt levelezett. Még egy napon, jelentette a kapucinus forma vándorló, hogy Helén utolsó óráit éli. És egyben eltűnt a házból a titokzatos vendég. Libinyei már akkor oly gazdag ember volt, hogy a megunt felesége halálán sem ért rá búsulni. Palotái, földbirtokai, budai telkei voltak. A szerencse és a pénz mindenért meg akarták vigasztalni. Helén halála után mindenféle rokonok kerültek a házhoz, de libinyei tetszését egyik sem tudta megnyerni. A tavaszi fürdőzések, a kuruzslók, borbélyok, doktorok hiába fáradoztak életre kelteni libinyeit. Rövidesen elment Helén, Lotti és Maszkerádi után a más világra. Malvin a leggazdagabb lány lett Pesten komor, hideg, elszánt, szerencsétlen. Ez a maszkerádi Malvin volt Evelyn legjobb és egyetlen barátnője, aki a leány minden titkába be volt avatva, mint egy napló. A kártyavetés utáni napokban hirtelen megérkezett maszkerádi kisasszony bújdosra. Úgy érzem, hogy veszedelemben vagy, Mondotta a komoly, lesütött szemű lány. Melletted akarok lenni. Maszkerádi kisasszony máskor is volt bújdosan. Név szerint ismerte az ebeket, lovakat és lakásokat. A vendorfecske és a gúja a cselédház kéményéről üdvözölte a bús lányt. A cselédek nem mertek a szemébe nézni, de úgy néztek utána, mint egy más világi lényre. Evelin féltette és szerette is különös barátnőjét. De nyomban elmúlott tavaszi álmatlansága, midőn maszkerádi kisasszony a bújdosi házba beköltözött. Mint egy sírba szálló mondta el a legapróbb részletekig bújdosi élményeit, álmos Andor titokzatos halálát és feltámadását. Bolond, de becsületes. Még sok bajod lesz ezzel a falusi donkihótével, jegyezte meg maszkerádi kisasszony. És a kártyás? kérdezte később. Hol vannak a kártyás levelei? Evelyn szótlanul csóválta a fejét. Nem mert írni. Reggel néha megállok az ablaknál, és nézem a messzi úton bandukoló gyalogpostást. Mindig egyformán, őzbúsan, reménytelenül jön a szürke öreg. Ha egyszer levelet hozna Pestről. Nem is tudom, hogy örülnék-e már a levelének. Na, kártyás is örült, mert azt hiszi rólad, hogy valami túlvilági lény vagy. Felelt megvetőleg maszkerádik is asszony. Általában nekem van igaza, minden minden emberről feltételezem, hogy bolond. Az egyik szamár démonnak, öldöklőnek képzeltéged, és a halálba akar szökni, mivel azt érezte, hogy nincs szabadulása. Ugyanekkor egyik másik ostoba férfi imád, mint egy szent képet, és csodatetteket vár tőled. Csak én ismerlek igazán. Egy meggondolatlan, unatkozó, árva kisasszony vagy. Már régen férhez kellett volna menned egy főhadnagyhoz. Vagy egy kacsafarokhajú gentri gyerekhez. De azt hiszed, hogy így érdekesebb, <laughs> amíg egy őrült férfi elharapja a torkod, mint a róka a libáit? Csak csendes egy, szólt kérlelő hangon Evelyn. Még sohasem voltál szerelmes? Egy lóba, egy kutyába. Egy sírfába a régi katonai temetőben Budán, amely alatt egy fiatal tisztelut, és a mennyasszonya elszökött kaszírnőnek. Rosszaguk van a férfiaknak. Ha egyszer találnék egy szájra, amely kellemes illatú volna, talán hagynám, hogy megcsókoljon, illetőleg nem várnék, hanem megcsókolnám. Ha egyszer találnék egy férfira, aki tetszene, elvenném, mint a pipacsot az útszélről. Ha élni tudnék, ha érdemes volna élnem, majd megmutatnám, hogy kell élni. De nem vagyok egészséges, és nem vagyok elég öreg, hogy már örülni tudnék a betegségnek. Csak csendes egy, Ismételte Evelyn: Nem hallott, hogy valaki jár a ház körül? Én minden éjszaka hallgatom, és azt hiszem, megszakad a szívem. Tavasz éj volt. Na szokatlan légnyomást teszi felelte közömbösen Moszkerádik is asszony. A meteorok lehullott csillagok porát üszkét veri a szél a légkörbe. Az éjszaka hangszereket penget meg amelyek eddig a padláson pihentek. Kár volna megbolondulni, mint a gomba, amely kidugja fejét nagy örömében a földből. Minden éjszaka jár valaki az ablakom alatt. Talán Kálmán, gondolom, és szívem csak nem felsikolt, mint egy megfogott madár. Talán álmos, és könnyekkel telik meg a párnám, vagy az éjeli őr, és nagyot sóhajtok, de a gyertyát reggelig égetem, és nem tudok megnyugodni abban, hogy így élek. Vajon hogy kellene élni? Maszkerádi kisasszony összefonta két karját az ágy szélén, ahol barátnőjét hallgatta. Régi orosz regényekben kérdezgettek így, mint a papírfigurák, de most más világ van. A regények csak annyit mutatnak meg, hogyan kell meghalni. Én nem tudom, hogy ki volt az apám, de ő bizonyosan nem gondolt sohasem rám. Az anyám sem tudta, hogy majd egyszer itt leszek. Termettem, mint a jégcsap az ereszen. Ezért nem lesz nekem sohasem gyermekem. Ezt az életmegoldást tehát nem ajánlhatom neked úgy, mint szeretnéd, Evelyn. Színre szint, és szívre szívet, gúnyolodott maszkerádi kisasszony. – Malvina, te sohasem léz boldog! – felelgetett Evelyn, mintha valamely regény beszélne. – Én önmagamban keresek mindent. Csak magamban. És magamnak hiszek. Soha sem törődöm mások véleményével. Úgy nézem minden cselekedetemet, mintha ötven év múltán olvasnám, látnám egy naplóban. Vajon nem tettem valamit, ami nevetséges? Vagy hostoba volt? Kérdezem magamban minden este, amikor lehúnyom a szemem. Végig gondolok a szavaimon, a tetteimen. Vajon nem kell -e egyiket vagy másikat holnapra megbánnom? Magam bírája vagyok, és ridegen ítélkezem, mintha már száz esztendő óta a sírban feküdnék, és egy megsárgult napló volna az életem, amelynek előre tudom a végét. Nem engedem magam kinevetni, sem megcsalni. Akarom előre tudni, hogy tíz év múlva mit fogok gondolni a mai napról, a mai időjárásról, s éjjelről. Nem kell -e szégyenkeznem valamely gyöngeségért, vagy gyöngétségért. Megérdemli-e valamely körülmény, hogy szakít csak megszokott életmódommal? Korábban kelljek egy órával, vagy több szót vesztegessek a szokottnál. <laughs> Fékezem magam az elhatározásaimban, és felindulásaimban. Mert előre nézek, és tudom, hogy holnapra megbánnám. Sohasem vagyok ideges, mert nem érdemes. Ha férfinak születtem volna, talmudista, keleti bölcs, ezeresztendők avas misztériumaiba elmerült tudós lettem volna. Sajnos nem vettek fel az egyetemre. De ha tehetném, egy szürke, nagy szakállas, végtelen bölcs rabbihoz, vagy egy keleti tudóshoz mennék férjhez, talán Schopenhauerhez, vagy első tanítomhoz, Spigler Gyula Sámuelhez, ha ugyanazóta él még a kis öreg zsidócska. Én sohasem fogok bőgni vetétársnők, táncosnők, színésznők miatt. Az érdek bújjon a rimákba. Mi közön van nekem ahhoz, hogy a férjem néha meglátogatja őket? Csak távol maradjanak, és engem be nem mocskoljanak. A bölcs tanításokra lehúgy szemmel figyelt Evelin. Mindig írtozott a könnyelmű nő személyektől, akiket rendesen úgy képzelt, mint gyerekkorában látta az elsőt a belvárosban, a nőnevelde tájékán. Kövér, otromba, széles szájú, durván festett húsbálvány ment felemelt alsó szoknyával, mint a férfiak hóhérja. Kegyetlenül mosolygott. Az iskola leánykái rémülten álmodtak-e másvilági szörnyeteggel, aki bizonyára azért csavarog a városban, hogy elcsalogassa a barlangjába a hegyek közé a tapasztalatlan férfiakat, ahol felfalja őket, mint egy sárkány. Később, időn már felvilágosult, érdeklődő és látó kisasszony mindig így látta először gondolatban a bukott nőket. Szerfelett csodálkozott, időn a Pesti Lóversenytéren, ahol egy nyári vasárnap társalkodónőjével végignézte a Szent István futását, Kálmán egy szelid, szőke, angolos fürtő, korrekt, tisztaságú angyalt mutatott messziről, mint Pest elvetemült személyiségét, aki öreg grófokkal töltötte az életét. Maszkerádik is asszony, minden talmudista bölcsessége mellett, szeretett a ledérnőkről beszélni mint csodálatos lényekről, akik a testükből élnek. Kedvelője volt a francia regényeknek, amelyekben a nyilvános házak élete volt leírva, és sokért nem adta volna, egyszer titokban végignézhetne egy estét valamely aljas mulató helyen, mert véleménye szerint a férfiakat ott lehet megismerni a viselkedésükből, a mondani valójukból, a durvaságukból. Ha apám vagy testvérem volna az esetleges vőlegényemet, elküldeném velük esténként a könnyelmű nőkhöz. Hadd halljam, hogyan élt és cselekedett ott jövendőbeli élettársam, mondogatta maszkerádi kisasszony. De nem akarok férhez menni, mert régen kitanultam volna a bábaságot. Valamint a rossz nők csábító praktikáit és ezzel a gyermekes akkordal lerázta a bölcs maszkerádi az esti összejövetelt. Aludni ment a szobájába. Csendes megvetéssel mosolygott, hogy Evelin, egész éjszaka a ház körül felhangzó, meg eltűnedező lépésekre figyel. Ő tudta, hogy a tavaszi szél nyugtalankodik odakön. Reggel, lovagolni ment maszkerádi kisasszony. Tulajdonképpen azért szeretett bújdosan időzni Evelin házában, mert itt széles mezők és hosszú utak kínálkoztak passziójához. Pesten, a Stefánia úton csak ritkán mutatkozott a dajkák, gyermekek és boldog-boldogtalan szerelmesek között. Még azt hihetnék az emberek, hogy feltűnőséget keresek, mint Freistetler, gondolta magában, és mindig bosszús lett ha valamelyik férfi rajta felejtette a szemét, lovarnős, hajlékony derekán, ezüst sarkantyús csizmácskáján. Mintha bizony, ő tetszeni akart volna bárkinek. Bújdoson egy Kati nevű kövérkanca hordozta maszkerádi kisasszonyt. A hátaslónak olyan nagy füle volt, mint a szamárnak. Ravaszkodva figyelt, a körülötte beszélgettek. Egyezte a fülét a közelgő lépésekre, és rövid farkával szorgalmasan csapkodott, mint egy szolgáló, a portörlő rondja. Néha olyan engedelmes volt, mint egy cirkuszló. Máskor szeszélyes kedvében ledobta maszkerádi kisasszonyt hátáról, és elégedett kár örömmel elszaladt messzire. Vén volt, mint a kulcsárné. Torkos, melankólikus és indulatos, mint egy nő, aki soha sem érte el célját. Maszkerádi kisasszony bejárta a határt, és hosszadalmasan elnézegette a koratavazi tájakat, amelyek olyan hangúsággal váltogatták új színeiket, mint az öreg kóristák a kosztümöt. Csak az emberek bámulják mindig a tavaszt, mert hatvan, hetven esztendő alatt nem tudják megunni. Új kártyajáték kezdődik az élettel, amelyet meg lehet nyerni, és el lehet veszíteni. Titokban minden ember újra kezdi az életét tavaszkor. Csak nincs bátorsága megmondani, hogy újra szeretne élni. Újonnan kezdeni mindent. Szerelmet, házasságot, életcélokat. Levetni a régi ruhákat, és kopott rendjeleket. Inkább mezítelenül futni, futni, és megenni a rügyeket a fákról, a leányokat az erdőn, a sápat fiúkat, és gyorsan eltemetni az öregeket, akik macska bőreikben mindig a térről dörmögnek. Maszkerádi kisasszony sohasem olvasott el egy tavaszi verset, és megvetette az embereket, mert örvendeztek az időjárásnak. Vajon nem mindegy a sivalkodó hózivatar, vagy az enyhe, andalgó szél, ha egyszer a sírban fekszünk. Nem érdemes elkezdeni sem az életet, mert úgyis vége van nem sokára. Megcsapkodta a melankolikus Katit, és felhevülve nyargalt végig a nyírfa erdőn, ahol az eltakarodott hó a fekete fészkek, fagombák úgy fügtek alá a targaiakon, mint akasztott emberek, akiket kivégzett a tavasz, mert már úgysem életre valók. Kati alattamosan ügetett a nedves úton, a mély árkok sötét lettek, mint sírgödrök, amelyekből a halottak kísértetnek szöknek el. A mezők hosszú betegségből lábadoztak, és olyan bágyattan nézegettek, mint a járást elfelejtett régi betegek az ágy üldögélnek. Madarak, varjak, szajkók kóvályogtak a levegőben, mintha újra ismerkedni kellene az alant elterülő vidékkel. Erőszakosan tavaszodott, mintha szívós kezek feszegetnének valahol egy nagy ajtót, amelyen beszögdösnek, vissza a világba a száműzöttek, az időjárás bohókás lovagjai és sikoltozó, szemérmetlen nőszemélyei, bohócok és bohos kéjencek, már ropog a zár, nagy iramodással fut végig a tájon a szarvasképű mokszakállú talmáster, aki ostorával elkergeti a lábatlankodóit, az árokba rugdaja a halottakat, énekes koldusokra csörrent, és kihúzogatja a mezők végtelen szőnyegeit a nagy bevonulás előtt. A rügyekre mezítelen kis tündérek ülnek lovagló helyzetben, árnyék némasággal vonultak meg eddig a bergekben pattog a levegő az ismeretlen származású hangoktól, mintha a föld alól a csírák magva énekelnének egy nagy kardalt, mint megbolondult kerekek szaladgálnának a levegő áramlások, sípol a felhő, amely a tájon átsuhan, a komráló vizek minden ok nélkül megmozdulnak, mintha csak ők is részt akarnának venni a tavaszi bálban. Csodálatos, hogy nem telik meg mekegő bakkecskékkel a mező, <laughs> mikor itt minden, és mindenki játszani szeretne. Még az elhagyott őszik is merengő helyeken, amik a fáktól elrejtetten, vagy buszberke közepén arra látszottak teremtve lenni, hogy itt magános kísértetek álmodozzanak lehajtott fejjel, bizonyosan elvüdögél valaki az erdőcske tisztásán, akit senki nem lát soha. Még a -e magánosságokat is megközelítik, lábújhegyre emelkedett, ifjú kíváncsiak akik szeretnék meglesni a szomorkás öregek gondolatait. Tavasz, gondoltam a is kisasszony. Balond vagy. Én nem hiszek neked. Azonban mégiscsak hitt neki valamicskét, mert megkereste azt a fát, amelyekbe évek óta szerelmes volt. Ez egy törpe fűszva volt egy kiszáradt patak felett, és nagy komolyan, elhatározottan ácsorgott helyén, mint egy bakter. Gajai már régen erepültek a széllel, mint hűtlen asszonyok az öreg ember mellől. De a vénfa megőrizte férfiasságát, nyugalmát, pátriárkális egykedvűségét. Ez egy komor férfi volt aki sohasem mutatta, hogy fáj valami, viszont nem örvendezett sem a húsvétnak, sem a körülötte vándorolgató eltünedező életnek. Maszkerádi kisasszony, egy ilyen mosolytalan, vén kedvű férfit keresett volt az életében, akihez hűséges tudott volna lenni, mint ehhez a gyökérből, háncsból, szenvedélytelenségből való törshöz, melynek arca volt, mint a mesebeli erdőségben, két dugott keze, és unott dereka amikor egy vén vándorlegénynek látta a fát, aki már minden viszontagságot megpróbált nőtlen életében, csavargott céltalanul, sáros kutya módjára, miután delikedvű élni vágyó asszonyok, kitartott szeretője volt, ismerte, s megvetette a szerelem örömeit és bánatait, pengetett diadalt és reménytelenséget, örült csendesként sikernek és késcsókoló térdeplő nőknek, szenvedételenül, még csak a meghatottság kedvével sem csábított el nőket, akik útjába vetődtek, aztán elkergette őket a portájáról, mint megunt játszótársakat. Szerették, gyűlölték, símogatták remegő kézzel, és aztán az átkot úgy szórták a fejére, mint a szemetet az ablakból a pesti szobalányok. A férfiú nyugodt maradt, mert bévülről élt, magának gondolkozott, és mindig azt cselekedte, ami neki is jól esett. Soha sem őrzött meg virágot, hajszálat, Csóknak az emlékét. Úgy bánt el a nőkkel, amint azok megérdemlik. Soha sem járt szívfájással, Holdas éjjel, ablakok alatt, Bármiként leskelődtek is utána. Koncsorgott egy-két hétig, mint a kutya tavasszal, Aztán megsoványodva, életuntan hazatért utazásaiból. Ez soha sem gondol többé arra, hogy mi minden történt vele az idegenben, mit mondanak a nők, milyen illatuk volt, és milyen ízük. Maszkerádi kisasszony gyűlölte azokat a regényírókat, akik mindig öreg emberekről írnak, akik visszaemlékeznek ifjúkori kalandjaikra. Így ki nem állhatta turgenyevet, akit pedig Evelin éjjel-nappal olvasott volna. A vén gonosztevő úgy tett, mint ha észre sem vette volna tavalyi szeretőjét, maszkerádi kisasszonyt. Közömbösen. Hidegen állott az egykori patak partján, amelynek medrében élete folyt el, hogy soha többi vissza a röpke hab, játszó hullám, vízszivárvány. Megjöttem, apó, rebegte maszkerádi, és leugrott a nyerekből megtalálta a vénfának befelé néző szemét, összeszorított hideg száját, szenvedételen derekát, zsebre dugott kezét. Itt vagyok, s az öné vagyok, folytatta, miután átölelte a fát, mint egy bálványt a vadnépek asszonyai akik már nem találnak férfire a nemzetségben. A vén fűzfa görcsei, csonka ágai, mint megannyi kezek tapogatták végig maszkerádi kisasszony acér rugóból való testét. A moszakál oda simult a dér teleány archoz, amely különben hűvös és hideg volt. Talán viszonozta is a vénfűz az ölelést. Tudom, hogy önt titoktartó, rebegte a kisasszony. Kérem, Ne mondja meg senkinek, hogy én önt szeretem. Megölelte a fát, ahogyan férfit sohasem erészelt volna megölelni. Karjaival, lábaival átfogta a törzset, és lángba borult homlokát a vén bálványhoz símultatta a római priapusza késői maradványához, amelyet nem festettek be cinóberrel a nők. Amik itt leszek, meglátogatom még, öreg cinkos. Szólt. Kati, a bozontos sárga kanca életuntan hajtotta le a fejét, aztán hátára kapta maszkerádi kisasszonyt, s vitte hazafelé elbúsult fejjel mintha verést kaptak volna egy lakodalomban. Délután köttelepedett a mezőkre, mintha szürke lelkek tartanák gyűlésüket, és elhatározásuk gyászos körülményeit terjesztenék elő. A kötből való őrültek a karzaton ülnek, mintha nem emlékeztek volna arra, hogyan haltak meg. Maszkerádi kisasszony cigarettázva járt felcs alá a falusi ház szobáiban a százesztendős bolthajtások alatt. Kihúzta a derekát, mint egy katona. Elégedettnek és boldognak látszott. Mégis fáradozó volt a hangja, amikor megszólalt. Istenem! Milyen csodálatos, hogy némely ember betegség, baleset, szerencsétlenség nélkül éli végig az életét. Én néha azt hiszem, hogy tigrisek fognak szétmarcangolni, és így halok meg. Evelyn regénykönyvet olvasott a hintaszékben. Walter Scott-tól a középkori lovagok közül álmodozva vetette barátnőjére tekintetét. Inkább valami jó könyvet olvasnál, Malvina. Mindnyájan meghalunk. De hogyan? Te vár kisasszonynak képzeled magad, mert elhitted a férfiak hazugságait. A halálod is szimpadias lesz. Gyertyákkal, imádkozó pappal, lélekharanggal, a folyoson síró cselédekkel, magas ravatallal. Ünnepélj az, amelynek hősnője leszel, gondolod magadban. De én nem tudok így gondolkozni. Nem egy gyáva Józsefvárosi polgárlány vagyok. bürgerin. Én félek a haláltól. Maszkerádi kisasszony szétterpesztett lábszárakkal állott az ablaknál, mint egy trikós színésznő. Nagyon szégyelte volna magát, ha ezt valaki megmondja. A homlokán volt egy barna hajfürt, ami gondolkozás közben libegett, mint a szél mozgatná. Sugár volt a teste, mint egy magános kard amelyet hegyénél fogva a vívó trempadlójába szúrtak. Ingott, remegett, mintha vérének lüktetésével belső rugók mozgatnák testét. Ködös napokon mindig nyugtalan volt, és úgy törte a fejét, mintha az élete függne attól, hogy valami újat kitaláljon. Nem tudok megnyugodni abban, hogy élek, és majd aztán meghalok. Szeretnék letérni erről a kitaposott, egyenes, unalmas útról valamiképpen mást élni, mást gondolni, mást érezni, mint a többiek. Még attól sem félnék, ha egyedül volnék, mint egy fa a pusztában, de leveleim volnának, amilyenek nincsenek más fán. Leginkább írtózom attól, hogy úgy járjak, mint az alteregóim. Evelyn végleg lemondott arról, hogy a regénykönyvben megadó figyelemmel kísérhesse bolyongásában a szentföldi lovagot, a nagyszerű Ivan Hút. A tüneményes középkori nők útra keltek előle, mint megriadt fogolycsapat, s ó, Anglia töltyfa erdői messziről. Szinte csak láthatáról zúgtak. Neked altereguid vannak? kérdezte, mint ha valami titoknak jött volna a nyomára itt az unott falusi délutánon. Maszkerádi kisasszony acélfényű szemeivel oly nyugodtan nézett, mint egy bálvány. Vagy mint egy őrült. Az egyikkel külföldön találkoztam, minden a tavaszt Egyiptomban töltöttem. Előkelő hölgy volt, lelketlen kultúrbestia. Teve és piros kabátos tisztekkel szeretkezett. Csak annyiban volt szomorú, amennyivel a szállodai zenekar játéka a nyomorúságra felhívta a figyelmét. Csak annyira volt jókedvű, amennyire a kairói élet a mindennapi táncesté, a különböző életuntság ellenvaló való szórakozások, a díszruhában eltöltött ebédek, a sivatagba való kirándulások kényszerítették azzal a szuggesztív erővel, amelynek aláveti magát minden jómódú, céltalan utazó. Oly kegyetlen, lelketlen, bensőség nélkül való életet élt, mint többnyire a nagyvilági nők, akik ott a fehér hoteleket lakják, és a papagáj csőrét ütögetik az ujjukkal, amelyről fiatal férfiak álmodoznak. Talán érzékei is csak akkor ébredtek fel, midőn telefalta magát fűszeres ételekkel. Táncolt a bálon, a viasz nyugalmú férfiak hideg szájjal, vérbeborító szavakat dörmögtek a fülébe. Egyébként, oly közömbösen foglalt helyet a színházban, mint a kócsaktól a gyémánt hajtűben. Néha könnyű francia regényben lapozott. Kopasz, kellemetlen, fáradt férfiak között sejmes léptekkel járt. Kreol vagy cigánykeverék volt de egy francia herceg nevét viselte, aki Isten tudja, hogy a föld melyik részében tologatta napjait, mint sakfigurákat. Akkoriban egy tisztbe voltam szerelmes, aki néha nálam töltötte az estét. Azt mondtam, hogy szerelmes voltam? <laughs> nem, Evelin. Én bevallom neked, hogy sohasem voltam szerelmes, mint akár a francia hercegné. Csak éppen az történt, hogy Egyiptomban töltöttem a telet, csak a tavaszodást. A szállodai harangszavára mentem ebédelni, és ismerettséget tartottam egy helyőrségi tisztel. Mert ez volt a szokás abban a nagyvilágban, amelyben mulatni mentem. <laughs> mint egy szobalány az állarcos bálba. A tiszt akire már úgy nem emlékszem, mint a tevehajtsárra, aki a sivatagba vitt. Egy este többet ivott a kelleténél, és bevallotta, hogy amikor én felmentem a szolgálat alól, olyankor az estét a francia nőnél tölti, és esküszik a királynőre, hogy alig tud különbséget tenni kettőnk között. A hangunk, a testünk, a hajunk, a mozdulatunk úgy tűnik fel előtte, mint egy tükörben való képünk. Sőt, szerelem közben Hides kis gazdámnak nevezi őt a hercegné is, amit pedig én Magyarországon tanultam parasztnőktől. A hercegné is azon fohászkodik. Bár meghalna az órában, mi boldog. Az arcának ugyanazon részét szereti, a kezét ugyanott csókolja és megöntözi, mint kertésznő violáit. És nagy boldogság érzete fogja el, Midon Szomjas Julák tikasztó egyiptomi est után. Hangos kortyokban nyelik a francia borvidék szőke italát. A tiszt tökéletesen részeg volt. És nem törődött, hogy az arcbört épi rólam, midon legintimem szerelmi tetteimet egy másik nőre ruházza át. Most már nem beszélek arról, hogy mit éreztem és mit gondoltam. Csupán annyit közlök veled, Evelyn hogy ezen a napon. Hiába kért szerelmesem, hogy barna, hosszú hajamat kibontsam, és ő abból hurkot kössön a nyakára. Ennek a produkciónak sohasem tudtam az értelmét, mint aféle Józsefvárosi polgárlány. Akkor még nem látogattam a börtönöket és az őrültek házait. Csak annyit tudtam, amit magam körül láttam. Az élet tragikus mélységei, komoly rejtélyességei oly messzire jártak tőlem, mint K-hajónktól a Fekete-tengeri Gőzös, amelyen Gájarabok üvöltöttek, időn az afrikai partoknál egymással találkozott a két hajó. Akkor még azt hittem, hogy bármiként élek, cselekszem, viselkedem, érzek, egy fehér függönyös Józsefvárosi házban, megszentel barkával a falon, kezemben egy régi imakönyvvel és nyugodt szívvel várom a jezsuita atyát, aki az utolsó kenetet feladja. Akkor még azt hittem, hogy a boldogság csendes szigetéről lehet sebesülés nélkül kirándulásokat tenni, vad, sárga vizekre, és a kalandok, élmények nem vakítják meg a szememet, mint a fecskék hulladéka. Röviden folytatom az eseményeket. Másnap. Nyugtalan éj után alaposan szemügyre vettem az én francia hercegnémet. Akitől odáig csendesen undorodtam, mint a legtöbb kultúrvestiától, aki fehértengeri hajón, és aranyrámás szállodában tölti a mindennapi életét. A hercegné tavathatatlanul hasonlított hozzám. Még a ruházkodásában is utánzott a szemtelen, vagy én őt. Még csak arra voltam kíváncsi, hogy valóban hibás se bal szemének a látása, mint az enyém. Ezért próbát tettem bele. Mellé kerültem az asztalnál. Bal ültem, és legyezőmre, amely fehér csipkéből volt, olvasható nagy tintás betűkkel felírtam francia nyelven. Én önt gyűlölöm. Előzőleg már meggyőzöttem, hogy én bal kezem felüli oldalról ezeket a betűket nem vehettem észre. Ebéd közben néhány közömbös szót váltottunk. Aztán kitártam a legyezőmet, és többször feltűnően megmutattam a hercegnének. Ha a bal szeme nem hibás, oly sajátságosan, mint az én bal szemem, feltétlenül észre kellett volna vennie a tintás betűket. Ő, Közömbösen, unottan, egykedvűen mosolygott, mint egy puma az állatkertben. Japán kertek illata szálldosodtak hajából. Különös volt, mint egy idegen madár. Kísérteties hidegség futkározott át a lelkemen, minden. Ágondoltam, hogy az élet bizonyos körülményei között. Én ehhez a gyűlölt nő személyhez hasonlítok. Ebéd után néhány szót váltottam a tisztel. Most pihenni akarok. Kértem, hogy töltse idejét vetélytársnőmmel. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond a hercegné a ritka hasonlatossághoz, amely kettőnk között fennáll, mondtam. A tisztnek villant a szeme, mint kés a verekedők kezében. Majd megkérdezem. Felelt, száját nyalogatva a szerencsétlen aki egy gyarmati szolgálatban megromlott, mint a legtöbb európai. Én néztem őt, és az jutott eszembe, hogy a kékszemű fiatalember egykor szőke fiúcska volt, aki fehér gallérban és kalácsos szájjal ment reggel az iskolába, homlokán az édesanyja csókjával. Reggel a tisztet megfolytva találták azon a folyosón, amelyen a francia hercegnő lakott. Az Alteregó elvégezte helyettem, amit nekem kellett volna megtenni. A hajfonatával úgy meghurkolta a kérkedő nyakát, hogy az nem jutott többé levegőhöz. Mi lett a gyilkos hercegnőből? Azt én nem tudnám neked megmondani, Evelin, mert én elutaztam Kairóból, mielőtt a vizsgálat, amely a tiszt rejtélyes halála miatt megindult, eredményhez jutott volna. Ideglázban, halucinálva jöttem vissza Pestre, és nem hiszem, hogy jó darab ideig kimozduljak az országból, ahol mégis csak ismerjük egymást, nők és férfiak. Nem igen, történnek meglepetések, a bűnök megszokottak, és a gondolkozások ismerősek. elmegyek a menazsériába, és a ketrecbe szárt ritka vadállatok szemében, viszont látom azokat a tekinteteket, amit külföldi emberek szemében láttam. Mert tulajdonképpen Józsefvárosi polgárlány vagyok. Bár Eljátszottam már boldog, nyugodalmas halálomat. Ó, én nem fogok megnyugodhatni, ha megcsókolom utoljára a feszületet. Nem bátó, Olykor? Titokban. Mégiscsak gondolok arra, hogy az alteregóm, a szerencsétlen francia hercegnő megszenvedett helyettem. Vezek lett, mert kiélte azt az életet, amelyet nekem kellett volna átélnem én, az árnyék, megmaradtam, miután ő eltűnt. Mert vajon hová lennének a föld alá ment emberek árnyékai? Tovább élnek, és ezért talán kegyelmes lesz hozzám a sors halálomban. kim?" felelt Evelin, és megölelte a barátnőjét, oly tiszta szívvel, mint falus lányok szokták. Ő levendula szagú volt, és szepességi vászomból viselt inget. Hideg időben felvette a bárhent szoknyát, bár igen jól tudta, hogy ez már nem divat. Bolthajtásos szobákban szerette az életét, májusban kertben ülni, őszidőben melegkendővel a vállán hosszan merengeni. S régi, szép regényeket olvasni. És a második alteregód ki volt? kérdezte. Ezt majd elmondom, ha Egyiptomot elfelejtettük. Felelt komolykodva maszkerádi kisasszony, mint egy tanítónő. Beesteledett, gyújtsunk lámpát.